Szokás szerint nézői kommenttel kezdődik a műsorunk. Dominik írta, de nem a Szoboszlai. Baromi hangos, azt hiszem, Dávid levegővétele. És ezt most meg szeretném cáfolni, úgyhogy arra kérem a kollégáinkat, hogy csak Dávidot mutassák, és akkor semmi más ne csinálj, csak levegőt vegyél, semmi más tényleg ne csinálj. De ilyen Darth Vader módban, vagy hát csak simán? Hát nem, csak mint amikor veszed a levegőt. Na jó, menj akkor házba! Most csak Dávidot halljuk. Igen, persze, igen. De ez egyébként tényleg igen. Zavaró. Most már én is. Egyébként most már én is hallom. Aha. De hát én átállok a jó oldalra, és hát hiába. Ezt nem értem. Na, valahogy próbáljuk kiszűrni a zajokat. Minden esetre azért még volt egy vicces komment hozzá Petitől. Dávid 0-24-ben dolgozik, így minden alkalmat meg kell ragadni az alvásra. Amikor Geri beszél, ő alszik. Ez óriási. Innentől vége a bóckodásnak, kőkeményen a mérkőzésekről fogunk beszélgetni, és hát mi mással kezdenénk, így mint a Ferencváros Henk összecsapással. És hát a Fradi három forduló után is veretlen, de nagyon-nagyon szoros ez az F csoport, és valójában őszintén a Fiorentinának most ugye 5 pontja van ugyan, a Ferencvárosnak is 5 pontja van, meg a Hengnek is, de nagy valószínűséggel azért a Fiorentina neve mellett hamarosan 8 pont lesz. Hát ez szinte biztos, hogy megverik a Csukariskit, úgyhogy úgy kell számolni szerintem a Ferencvárosnak is, hogy hát az a minimum, hogyha tovább szeretne jutni a Ferencváros, hogy nem kap ki a Henktől, és akkor is már abszolút átadta itt az esélyeket a Henk kezébe, de hogyha tovább akar jutni, akkor ezt a meccset bármilyen furcsa, és nem lehet azt mondani, hogy egyértelmű esélyes a Ferencváros, meg kell nyerni. Meg kell nyerni ezt a találkozót. Túl van a két legnehezebb idegenbeli meccsén a Ferencváros, mi várható idehaza? Szerintem most azt lehet mondani, még a rosszul sikerült főpróba miatt is, hogy hazai pályán azért mindig nagyobb eséllyel lép fel a Fradi. A szurkolótábor nagyon nagy erős boost tud ebben lenni. Meg talán a pálya jobb lesz, mint Kecskeméten. Az igen, az gyönyörű volt. De a hát egyébként, de ott sem a Kecskemétet kell szidni egyébként, hanem inkább az vett fel kérdéseket, hogy a játékvezető miként ítélte meg úgy, hogy ez játékra alkalmas ez a pálya. Az, hogy a Kecskemétnek talán egy picit jobban feküdt ez a foci, az egyáltalán nem az ő hibájuk, mint ahogy egyébként nem is azon múltak a kapott gólok, hogy ilyen volt a pálya, mondjuk a lerántásnál. Zárójel bezárva. Megnézve ezt a Henket, nem mondom azt egyébként, hogy brutálisan teljesíthetetlen ez a feladat, pláne látva azt az előző mérkőzést, ami szerintem mondhatjuk, hogy egy igazságos döntetlennel végződött. Sok küzdelem volt, sok párharc, abból ilyen 50-50 jöttek ki a felek, úgyhogy azt hiszem 8 pontot mondtam én összpontszámnak a Fradihoz, amikor ez volt a 7 kérdése, és hát lehet kicsit alul lőttem az XP-t. A Dávid 9-et mondott emlékeim szerint. Igen? Nem vállaltad túl magadat. Nem vállaltam túl magamat, reméljük a 9 meg lesz. Van ok egyébként a pánik, ha most nem szerezne pontot a Ferencváros valami oknál fogva? A pánikra azért nincs ok, mert tulajdonképpen a Ferencváros a harmadik legjobb csapat ebben a csoportban, hogyha csak azt hozza, hogy a harmadik legjobb ebben a csoportban, akkor az azt jelenti, hogy nem okoztunk csalódást, Ferencváros szempontból meg nem is sikerült igazából fantasztikusat deríteni itt a csoportkörben. Ugyanakkor meg, hogyha csak, most mondok valamit, ha csak a Csukariskit sikerülne megverni, és Gerinek lenne igaz, ami ne így legyen, de hogyha mégis ez történne, azt is, akkor se érzem azt, hogy el kell bújni, és a föld alá kell menekülni minden Ferencváros szurkolónak. A Henk ellen ugye Pesics volt a kezdő Varga Barnabás hiányában, és egyáltalán milyen az élet a válogatott labdarúgó nélkül, mennyire nehéz megoldani ezt a hiányt, mert azt gondolom, hogy erről már sokat beszéltünk itt is, illetve a Piros-fehér-zöldben is, hogy teljesen két más típusú játékosról van szó. Hát a Henkel szerintem borzasztóan látszott, hogy mennyire kellett volna egy Varga Barnabás. Hogyha Pesicsnek a jó megmozdulásait számoljuk, hogy tényleg hogy igazán jó volt, akkor talán a legjobb megmozdulás az a gyorsan elvégzett szabadrugás volt, ami egy jó meglátás volt. De hogy főleg az átmenetek fázisában nagyon hiányzott Varga Barnabás, tök jól tud elmozogni területekbe, jól tudja ezeket a labdákat átvenni, megjátszani, ha kell megtartani. Ezekben Pesics kevésbé jó, és ez sajnos nagyon hiányzott a Henk elleni odavágón.
Én megnéztem az adatokat Vargához és Pešićhez is ebben a szezonban. Sok érdekesség jött ki, egyébként 90 percre átlagolt adatokról beszélek, mert amíg Varga jobb a fejpárbajok sikerességében, sokkal nagyobb minőségű helyzetekbe kerül, ez pontosan rímel arra, hogy milyen jó elmozgásai vannak területben is, majd kétszer annyit próbálkozik lövéssel, addig Pešićnél számomra kicsit meglepő volt, hogy több és sikeresebb a cselezés, több felgyorsítása van, és több progresszív futása is. Tehát labdával, amikor egyedül kell megiramodni, abban jobb Pešić. Más kérdés, hogyha van egy céljátékos elől, és nem feltétlenül labdabirtoklásra épül a Fradi játéka, akkor, ahogyan ezt beszéltük is az elmúlt egy-két hétben, nyilván célszerűbb vagy optimálisabb, hogyha Varga Barna van ott elől. Én egyébként a Fradi Csukaricski elleni meccset azt Kambival néztem, Gyorgye Kamberrel, és kérdeztem Pešićről, már régebb óta ismeri, és annyit mondott, hogy ő egy igazi góllövő. És megnézzük a statisztikáit, valójában ez a történet lényege. Tehát nagyjából nincs rossz gólarányú szezonja. A karrierje során az összes felnőtt bajnoki meccsét számolva 184 percenként lő gólt. Azért ez egy 15 évet felölelő távlatban bőven jó mutató, úgyhogy van benne török első osztály, meg van benne francia első osztály. Úgyhogy azért attól egy picit óvaintenék mindenkit, hogy Varga Barnát és Pešićet úgy hasonlítsa egymáshoz, mintha borzasztóan nagy szintcsökkenés állna be ezáltal. Nyilvánvaló, hogy Varga Barnának a formája az elmúlt mondjuk egy-másfél évben az sokkal dinamikusabban hív el előre. Amivel bővül a repertoár, vagy bővülhet, az nem más, mint Adama Traoré. Az ő játékát, az ő hozzáállását azt gondolom, hogy nem lehet eléggé dicsérni, hiszen az egyik, hanem a legjobb játékosa a Ferencvárosnak. Itt látható az is, hogy őt érdemes játszatni, nem? Most a Puskás ellen is ugye megtette a magáét. Nyilvánvalóan, hogyha van egy egészséges Adama Traoré, az kihagyhatatlan ebben a Ferencvárosból. A labda nélküli mozgásai is nagyon jók, a labdás mozgásai, a befelé cselezései, alaponra levinni a labdát, abszolút kétlábas játékosról beszélünk, beadások, gólszerzések, helyzetkreálások, ezekben mind-mind nagyon-nagyon fontos, és főleg egy ilyen mérkőzésen, mint a Henk, átmenetekben a sebessége is nagyon sokat hozzáadhat a Ferencvároshoz, szóval neki mindenképpen játszania kell. Az a kérdés, hogy mennyit képes játszani. Szerintem 90 percet még nem, de jó lenne egy ilyen 50-60-70-et, hogyha tudna focizni. Pontrugásokra kell a hangsúlyt fektetni, Geri? Nem feltétlenül egyébként. Most a Henk kikapott az Antwerpen otthonában, elég jó formában lévő csapat, úgyhogy nem szégyen, de hogy kaptak 10 perc után két gólt a Henknél? Hogy a baloldali szélső védekezésüket lebontották, becentereztek is ilyen tapin gólokkal, gyönyörűen szétzilálták őket, mert 3-0-ra is ment egyébként az Antwerpen, onnan kapaszkodtak vissza 3-2-re. Tehát én azt mondom, amit a legutóbbi adásban is, hogy a kontrákkal azért bőven megzavarható a Henk, illetve védekezésben történnek azért egyénekre lebontva és olyan elcsúszások, amit esetleg ki lehet használni pláne hazai pályán. Na, szenteljünk egy kis időt a Henk játékosai közül Elhanusnak. Van is egy kis táblánk, amelyen meg tudjuk mutatni az ő számait, és hogy egyáltalán őt miért emelnéd ki, Dávid, ebből a belga csapatból? Ja, az a szerencsénk, hogy azért az odavágó nem feltétlenül volt élete formája, de még így is a Henk egyik legjobb játékosa volt, azt tegyük hozzá. Őt szerintem nem én nagyon ismerik, de csak azért, mert hogy egy alsóbb ligában játszik, de őt is nevezték ugye a Golden Boy díjra, szerintem jogosan, és most tartunk nagyjából a szezon egyharmadánál, és már most produkálta azokat a számokat, mint az elmúlt teljes szezont nézve minden tekintetben, mert gólokban felül teljesít, gólpasszokban még nem ért el ugyanazt a számot, de tulajdonképpen a gólokban való részvételben abszolút benne van. Előkészítésekben nagyon fontos, egyébként nagyon sokszor helyet tud cserélni, egyébként pénzszíler, ebből ezért bőven lehetnek veszélyes szituációk. Szerintem ő egy nagyon fontos játékos, hosszú távon is egyébként meghatározó lehet az európai klubfutballban. Mi a véleményed a marokkóiról? Egyet értek, hogy biztosan top liga, szerintem legkésőbb következő szezonban. Én nagyon jónak láttam őt az előző meccsen, és főleg, ha abból indulunk ki, hogy ez egy 2004-es játékos, és azért ilyenkor mindig nekem beugrik, hogy idehaza a 2004-es játékosokra milyen terhet rakunk, ha egyáltalán rakunk rájuk terhet. És ez a csávó már ott tart, hogy az előző szezonban gyakorlatilag alapember volt, és most is az egyik kulcsfigurája a Henknek. Úgyhogy
szabad szerepkörben játszik egy tízest, sokszor nyolcast, és nagyon jó passzai voltak a támadó harmadba, boxon belülre, brutálisan veszélyesek a pontrugásai, tehát nagyon jó bokája van, és mind emellett pedig a védekezés sem csalja le, tehát keményen megy bele a párharcokba. Egy nagyon nagy ajándék a modern futballban az ilyen profil. Az előző mérkőzésen ugye volt egy piros lap, ebből mennyit profitálhat a Ferencváros? Dávid ugye már előzetesen a Sipszó után című műsor megelőzően a becserélés előtt írta, hogyha majd bejön, egyébként Zecsiri helyére állt be a Rokadáre, akkor rá érdemes figyelni, mert egy állat. Igen, a szó pozitív és negatív értelmében egyaránt. Most a negatív értelmében. Most a negatív értelmében. Egyébként, tehát hogy olyan szempontból ebből profitálhat a Ferencváros, hogy a meccs végén, hogyha bejön egy ilyen játékos, azért ő tud kellemetlenséget nyújtani a fáradt védőkre. Szerintem amúgy sem kezdett volna egyébként a Rokadárra, valószínűleg Zecsiri kezdett volna akkor is, csak hogy ez a boost nincs meg, ez a meccs végi utolsó 15-25 percre, és ez jól jöhet egyébként erőlét szempontjából is, hogy a Fradinak nincs meg, de szerintem Zecsiri alapvetően egy jobb játékos, meg jobban játszott a Fradi ellen is. Szerencsére kimaradt a nagy helyzete. Most a hétvégén egyébként nagyon jó volt, Zecsiri úgy szépített, hogy egy full zicsert szemben a kapussal, természetesen a zsák krumpliként eldőlő kapusba belerugott, majd mákkal hozzá visszapattant a labda, és abból már gólt tudott szerezni. Utolsó gondolatnak Painsill, mert hogy azért rá kicsit utaztak a védőink okosan. Hát nem hogy utaztak, hanem muszáj volt vele. Ugye Botka jött ki ebből kifejezetten rosszul, ugye bele is kellett nyúlni a Stankovicsnak itt a formációba. Szerintem Stankovicsnak jó döntése volt, hogy ebbe belenyúlt. Nyilvánvalóan egy ilyen játékost azért Botkának lefogni egész mérkőzésen keresztül azért nem olyan egyszerű. Óriási sebessége van, jó labdával ő is, ahogy érkezik, szóval, hogy nem rúgó lesz technika. Most remek rúgótechnika, szóval nem egy egyszerű játékos. Na ennyit a konferencia ligáról, megyünk tovább a Bajnokok ligájával, mutatjuk a párosításokat, és hát adott a kérdés, méghozzá az, hogy mennyire lesz a kis csapatoknak, illetve melyik kis csapatnak lesz a legnehezebb dolga szerintetek a héten, Geri? Young Boysnak nyilván azért a City ellen nem lesz egy sétagalop. Amíg átgondolod annyi, hogy a Borussia Dortmund Newcastle, illetve az Atletico Madrid Celtic ugye a kiemelt meccseink. Így van. Hát itt a Young Boysnak biztos, hogy nagyon kellemetlen helyzete lesz itt a Citynek az otthonában, elég, hogy a City hétvégi mérkőzésére gondolunk, ahol Jeremy Doku egy kicsit villangatott a Bournemouth ellen is. Kedden Sipszó után? Lesz majd Sipszó utánunk, és igen, itt a Milan Paris Saint-Germain meccs után, meg szerdán is az Arsenal Sevilla meccs után lesznek Sipszó, de még nyilván a Fradit is Sipszó utánozzuk majd meg, de egyébként lesz egy hétvégi Sipszó utánunk, és egy Lazio-Roma találkozó, a derbi. Na mindegy, visszatérve itt a BL-re, szerintem egyértelműen a Young Boysnak lesz a legnehezebb szituációja. Na és akkor most rákanyarodunk az Atletico Celtic találkozóra, az E-csoportban nagyon izgalmasan alakulnak egyébként a dolgok, és a Feyenoordról keveset beszélünk, ugye vezetnek 6 ponttal, és nagyon jól néz ki a holland csapat játéka. Mosolyogsz? Azért, mert szerintem ez alatt a három meccs, vagy ez alapján a három meccs alapján picit lehet, hogy túlértékeljük a Feyenoordot. Igen? Igen. Igen. Hát figyelj, legutóbb 3-1-re vert otthon a Lációt, és ha Rómából is 3 ponttal tér haza, akkor ugye gyakorlatilag továbbjutás felé megtették a legnagyobb lépést. Ez rendben van. Én mondjuk, ha nézem a Lációt, nem az ötlik a fejembe, hogy egy legyőzhetetlen topligás csapatról beszélünk, és ugye még egy meccset nyertek meg ellenük. Egyébként a Feyenoord harmadik a holland bajnokságban, még ha jól néztem meg, akkor ugyanannyi ponttal, mint a Twente. Egyébként sok potenciál van a csapatban, ezt meg kell hagyni. Ugye ott van az a 2001-es születésű Santiago Jiménez, aki most 11 meccsen 13 gólt szerzett, és azért van 2000 után született játékos még, akit biztos, hogy nagyobb csapatok meg fognak környékezni, például a két szélsővédő, ugye jobb oldalon Gertrude, a bal oldalon pedig Hartmann. Tehát nem mondom, hogy nincs potenciál ebben a csapatban, és akkor most nagyon kedvezően áll nekik ez a csoport, az picit köszönhető annak, hogy a Lazio, nem mondanám, hogy top ligás csapat benyomását kelti, pláne BL szinten, meg annak is, hogy az Atleti talán picit jobban rákoncentrált most a bajnokságra. Van Feyenoordi titok? Arne Slot a Feyenoordi titok, szerintem ő ugye a vezetőedzője a csapatnak.
És szerintem ez egy, tehát én szerintem az várható volt, hogy a Feyenoord versenyben lesz a második továbbjutó helyért a Lációval. Tehát az, hogy megelőzi, azt szerintem az kevésbé meglepetés, főleg a Láció meccset visszanézve egyértelműen jobbak voltak, mint a Láció, és Santiago Jiménez, jó, hogy kiemelted, mert hogy az első két BL csoportkörben nem játszhatott eltiltás miatt. Tehát ő most állt be, szerzett rögtön két gólt a Láció ellen, szerintem Santiago Jiménezre is érdemes egyébként, ezt a nevet is érdemes felírni igazából, mert ő is egy topligás játékos lesz majd valószínűleg nagyon-nagyon sürgősen. Hát a Láció meg ebben a szezonban elég rossz, ebben majd a csütörtöki elsőben beszélünk bőven a Lációról. Akkor térünk is át az Atletico Madrid Celtic összecsapásra. Ennek az első felvonása számtalan érdekességet hozott, egy nagyon jó kis mérkőzés volt. És hát ugye azért kiderültek olyan hibák is, hogyha ezek azok, majd Dávid megerősít talán benne, hogy mondjuk Javi Galán kijátszotta magát a csapatból, a bal szélen ugye gyakorlatilag Semolino sérülése miatt kapott lehetőséget, és hát mindkét gólban benne volt. Hát igen, itt ez a baloldali szárnyvédő pozíció, ez nincs egyszerű helyzetben Diego Simeone, ugye azzal, hogy Semolino megsérült, tulajdonképpen van két lehetősége, és szerintem egyik se tökéletes. Javi Galán szerintem a Celtában abszolút jó volt, de alapvetően ő neki az volt a feladata, hogy felfusson és a beadásokra kell fókuszálni. Most ennél az Atletico-ban sokkal komplexebb feladatot kell megoldani, befelé kell húzni, egyezegyezéseket kell csinálni, és vissza kell érni a védekezésben. Nem mindig tudja ezt megcsinálni. Ugyanakkor meg azt mondom, hogy Rodrigo Riquelme nem egy szárnyvédő. Szerintem ő nem szárnyvédő. Oké, hogy Semolino sem az, de hogy... De utóbbi két meccsen Riquelme játszott. Riquelme az utóbbi két meccsen szerintem jól játszott, hogy volt, és szerzett meg gólpasszalat a Las Palmas ellen. De szerintem ő nem egy tökéletes megoldás erre a pozícióra. Arra leszek majd kíváncsi, hogyha ebbe az egészben majd betesszük Reinildót, aki idén már nem lép pályára, de hogyha majd ő visszatér, akkor mi fog történni? Szerintem nincs egyébként egy egyértelmű, szuper tökéletes megoldás itt a szárnyvédő pozícióban, mióta távozott a belga. Volt egy kiállítás is, ez is egy kicsit gondot okozhat Simeonénak? Csak egy gondolat erejéig, ha térek vissza a baloldali szárnyvédőre. Szerintem sokkal inkább vissza kell menni, hogy Simeone Filipe Luis távozása óta meg van lőve, hogy mit csináljon a baloldallal. Ugye rengeteg ideig, amikor Filipe Luis, Juanfran volt a két szélső védő, négy védős rendszerben ez tökéletes megoldás volt. Mióta ő letette a bizalmát a háromvédős rendszer mellett, azóta ugye kötelező szárnyvédőkkel játszani. Carrasco volt az a megoldás, aki számomra az egyik legnagyobb meglepetés, hogy talán a legjobban működött. De ott volt ugye Saul egy csomószor, ezt a posztot foglalta. Egyáltalán nem nézett ki jól. Renan Lodi volt ugye, akit nagyon nagy ígéretként hívtak át az Atletibe, de folyamatosan összeveszett Simeonéval, azt mondta, hogy neki nem kell ebbe a keretbe. És most ugye itt van ez a Javi Galán dolog, azzal a Javi Galánnal, aki abszolút ilyen keretmélyítő funkcióval érkezett, és hogy hát majd esetleg kupameccsekre, vagy kap majd három bajnokit. És ez most nagyon látszott egyébként az elmúlt hetekben, azzal pedig egyetértek veled, hogy Rodrigo Riquelme sem megoldás oda, de én inkább azt látom a keretalakításnál, hogy ha három védőzni akar és szárnyvédővel akar játszani Simeone, akkor vajon miért nem kér oda egy effektíve baloldali szárnyvédőt, aki ennek a szerepkörnek az összes kívánalmát tudja hozni, mert valahogy mindig az van, hogy kompromisszum ott kell kötni. A középpályára rátérve, mert hogy ugye ott történt Rodrigo de Paul kiállítása, szerintem nincs olyan borzalmas nagy gondban Simeone, pont azért, mert ez a csapatrész viszont eléggé rendben van, és elég mély ahhoz, hogy egy ilyen meccset tudjanak hozni. Szerintem az, hogy Koke, Barrios, Marcos Llorente belső hármassal ezt a feladatot meg kell oldani, az teljesen egyértelmű. Középpálya? Igen, itt a jobboldali nyolcasnak a szerepe az nagyon-nagyon fontos az Atletico Madridban, mert hogy alapvetően nagyon sokszor kimozog szélre, és igazából a Griezmann féle mozgásnak az ellentetjét csinálja. Hogy a Griezmann középen van, akkor a jobboldali nyolcas sokszor kimozog, a jobb szélen felfutó Molinával csinálnak helyzeteket, ott játszanak össze. Viszont ha Griezmann kimozog jobb szélen, amit nagyon sokszor megtesz, akkor befelé mozog. És ebben bármilyen furcsa, de Marcos Llorente jobb ezekben a mozgásokban, plusz én azzal kalkulálok, hogy a Celtic az átmenetekre fog játszani, és alapvetően Llorente egy sokkal gyorsabb, egy sokkal többet futó játékos, aki viszont a visszazárásban sokkal fontosabb szerepeket tud betölteni. Ugye De Paul a hosszú labdák, a keresztlabdák, a pontrugások, ezek, amiben iszonyatosan jó játékos, viszont Llorentenek a futó teljesítménye lehet, hogy jobban is passzol most a Celtic ellen.
Ha jól emlékszem, akkor a Griezmannnak még szerencséje is volt a Celtic ellen, ugye annál a 11-esnél, de nem csak szerencséje van, hanem hát iszonyatosan jól játszik, és tudunk is mutatni róla ezt megerősítve egy statisztikát. A francia támadó a kulcsa az Atleti szinte minden támadásának? Nyugodtan kimondhatjuk. Én néhány hete voltam Atleti Cádiz meccsen, ahogy egyébként Griezmann úgy a végső számokat tekintve nem feltétlenül lehetett azt mondani, hogy brutálisan túlteljesített, de azt a mezőny munkát és azt, hogy minden támadás átfolyik rajta, azt egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. Volt egy olyan megoldása, amikor mint egy targetmanre felívelték a labdát, és ő a félpályán lefejelte területbe védővel nyakán, pedig hát azért nem egy kifejezetten targetman profil, úgy fizikumban. Finoman fogalmazta, igen. És lefejelte úgy területbe, hogy azzal talán a jobb oldalon Molina tudott menni, és minimum helyzet, ha nem gól lett ebből az egész akcióból. Tehát az, hogy megtalálták neki ezt az új szerepkört, amit már a VB-n a francia válogatottban is megmutatott, és azt, hogy ezt alkalmazta, vagy kicsit továbbfejlesztette vele Simeone itt az új atletikus időszakában, ez a legnagyobb nyereménye az Atletinek az elmúlt pár évre visszamenőleg mindenképp, úgyhogy tényleg egyöntetű volt a vélekedés. Az elmúlt szezonban a La Liga legjobb játékos és leghatékonyabb játékosa az Antoine Griezmann és volt. És nem csak a haja miatt színes egyeniség. Nem, nyilván a játéka miatt is. Egyébként tényleg neki nagyon jót tett az a váltás, ami egyébként még az elmúlt év, tehát a 2023-as évnek az elején volt, ezt a dupla tízest elfelejtette Diego Simeone, és abszolút az látszik, hogy van egy előretolt csatár, és Griezmann, aki nagyon szabadon mozog, de szervezetten mozog szabadon, és mindenki az ő mozgását figyeli, akár a szélső felfutó szárnyvédők, akár a nyolcasok, és ez nagyon jól dinamikát alkot a csapat támadásában. Hát, hogyha a páros kapcsolatokat nézzük, akkor az a Moratával is rendkívül jól működik, ő a másik hasonlóan fontos része, ugye az Atleti játékának. Itt láthatjuk a statisztikáit az idei idényből. Ezek történelmi statok egyébként. Hát igen, tehát róla azért szoktatok kritikát megfogalmazni. Én még Geritől nem hallottam pozitívumot Moratá kapcsán. Na akkor most hátra össze tudja magát szedni. Jó, hogy... akkor egy nagy levegőt veszek. Igen. 13 tétmeccsen 10 gólja van, és emiatt nagyon kell gratulálni Moratának, és azt várni, hogy mikor fog beesni. Mert tulajdonképpen az utoljára felülrúgott XG-je az a 2017-es szezonjában volt a Real Madridban, amikor gyakorlatilag új rotálta az Zidane az alapcsapatot, hogy a bajnokok ligájában volt az A-csapat, és a bajnokságnak az utolsó, nem tudom, 8-10 meccsén pedig jött a B-csapat Moratával, és parádés formát mutatott, ez már két dicséret volt, úgyhogy most szerintem amúgy csak irigykedik, mert a Madridba szeretné a Real Madridba. Most 2025-ig megvagy igazán a Morata dicséretekkel. Azt el kell mondani, hogy Morata tényleg olyat csinál a kapu előtt, amit eddig nem. Mégpedig berúgja a helyzeteit, de nem csak a jó minőségűt, hanem a rossz minőségű helyzeteit is. És a spanyol válogatottban is berúgdossa ezeket a helyzeteket, ami tényleg egyébként történelmi vele kapcsolatban. Mindig elmondtuk, hogy neki a labda nélküli mozgása eszméletlen jó, nagyon fontos, beteszi a védekező munkát is, jól is kerül helyzetbe, csak egyszerűen nem rúgdossa be a helyzetet, és most abszolút berúgdossa, és ennek is köszönhető, hogy az Atletico Madrid. Hát melyiköktől vártok többet egyébként a skótok ellen? Hát az ő Griezmanntól. Én Moratától. Mernél más mondani. Az ellenfél átkanyarodva, ugye Zsota volt az egyetlen komoly távozó. Mennyire látszik az ő hiánya? Ez amúgy egyébként egy óriási sztori. Ugye Zsotáért bejelentkezik a szaudi nagypénzes Al Ittihad, és azt mondja, hogy itt van 29,1 millió euró. Zsota egyébként az élet egyik legjobb szezonját futotta eddig, 23 éves. Na, tényleg két szezon húzott le a Celticben, előtte a Valladolidban játszott kölcsön, ott az annyira nem volt jó, inkább a szezon elején, de hogy két nagyon jó szezont húzott le. Tényleg úgy nézett ki, hogy ebből a srácból lehet egy, hát ha nem is komoly csapatban, de egy topligás csapatban állandó kezdő és jó játékos. Elmegy az Al Ittihadhoz. Játszik néhány mérkőzést, majd ott azt mondják, hogy fú, nagyon rossz a védelmünk, vegyük meg Felipe Luist. Megveszik Felipe Luist, és ott a vezetőedző Nuno Espirito Santo azt mondja, hogy hát itt a légiós korlát miatt akkor Zsota, te most kikerülsz igazából a keretből, keresel heti 192 000 fontot, de ami tök jól hangzik, nyilván ki nem akarna heti 192 000 fontot keresni, csak gyakorlatilag most nem vagy benne a keretben, nem játszol bajnoki meccset a Szaudi Ligában, a fantasztikus Szaudi Ligában, úgyhogy életed formáját játszottad az elmúlt szezonban. Ilyen fiatalon. Ilyen 23 évesen, és nincs az a klub, aki ennek a felét kifizetné a szaudi csapatnak, hogy mennyi lehet télen kölcsönben.
Szóval most ez egy abszolút megrekedés, és a Celtic meg azt mondta, hogy oké, itt van 4,75 millió euró ezért a Luis Palmáért, és hozza azokat a számokat, amit Jota hozott az elmúlt szezonban. Óriási a sztori egyébként, és a Zsotának egy nagyon komoly válság a karrierjében. Luis Palma, tényleg csak szuperlatívuszokban tudunk róla beszélni, neked ő mit ad? Abszolút tökéletes játékos. Ezen a szinten egyébként szerintem tökéletesen húzza be a fiatalabb játékosokat a Celtic. És amikor ránéztem a keretükre, azt néztem, hogy 7 vagy 8 ázsiai játékos, tehát japán, illetve dél-koreai játékos van a keretben. Tehát ők szerintem felmérik azt, hogy azok a játékosok, akik topligában nem biztos, hogy elégségesek abból a régióból, azt ők nagyon jól be tudják építeni a saját bajnokságukba, de hát azért el kell mondani, hogy a Celticnek van 3 meccs után 1 pontjuk. És azért én úgy gondolom, hogy picit nyilván szerencse is volt az, hogy tudtak egy pontot fogni az Atleti ellen, és ha itt vissza gondolunk az elmúlt, nem tudom, 10-15 évre a Celtic nemzetközi porondját vizsgálva, akkor itt nagyon nagy vérmes reményeik nem nagyon lehetnek szerintem, független attól, hogy tényleg skót szinten nem néz ki. Hát ott veretlen a Celtic, ugye Matt O'Reillyről is érdemes szerintem egy pár szót elteni, mert hogy ő tényleg hatalmasat mi az idényben. Az előző idényben egyébként 52 tétmeccsen szerzett 4 gólt és 14 gólpaszt. Most 6 gól, 5 assziszt van az ő neve mellett, és ugye egy például pont az Atleti ellen. Nyilván ő is nagyon fontos játékos a Matt O'Reilly, és pont ezeknek a kulcspasszoknak a kiosztása, ez nagyon-nagyon fontos lehet ezen a mai találkozón. És úgy, bocsánat, hogy a dán válogatottat választotta Matt O'Reilly, pedig az édesanyja révén azt hiszem, hogy az íreket is választhatta volna, ugye Angliában született, de nem biztos egyébként, hogy rosszul ütte be ezeket a dolgokat. Ugye Brendan Rodgersről is érdemes egy pár szót ejteni, ő váltotta a kispadon a jelenlegi Tottenham edzőt. Igen, hogy a Postecoglou utáni űrt azért betölteni, ez nem lesz olyan egyszerű, mert ez egy nagyon sikeres Celtic volt, és egy kicsit változott is a Celticnek a játéka, hangsúlyozom, hogy nemzetközi porondon. Otthon továbbra is egy ilyen nagyon labdás domináló csapat, a nemzetközi porondon viszont sokkal inkább az átmenetekre helyezik a hangsúlyt. Ez egyébként Brendan Rodgersnak gyakorlatilag a focia. Ő a Leicesterben is együtt ezt játszotta, akinek viszont nagyon fontos, mert hogy a Leicester-rel kiesett a tavalyi Premier League-ből, úgyhogy hát azért nem a Leicester volt a legrosszabb keretű csapat tavaly. És ugye, tehát neki most újra kell kicsit építeni a magát, ezt már egyszer megcsinálta, amikor Liverpool-lal bukott nagyot, akkor már egyszer sikerült visszatérni a Premier League-be, szerintem gyanítom, hogy most is ez lesz a célja. A bajnokságban eddig szuper minden. Szerintem a BL-ben ettől függetlenül nem fognak tovább jutni. Mi viszont megyünk tovább, méghozzá Szabit kell némítanod egy hosszabb időre a videót. A Köbenhám Manchester United igen találkozóról fogunk beszélgetni. Hát kezdjük azzal, hogy azért ez az előző mérkőzés, aki ennek a forgatókönyvét írta, az zseniális, mert ez egy tényleg drámai történet volt. Egyrésztről Maguire volt, aki a győztes gólt szerezte, másrésztről. Hát mi volt itt az utolsó pillanatban, amikor ugye Onana tette a hős tettét, és hát kivédte azt a bizonyos 11-es. Mit szóltatok? Hát az... mondja Géri. Szerintem nagyon megérdemelte Onana, amennyi savat kapott, és amennyire próbáltuk. És Maguire nem? Na látod, ez a lehető legérdekesebb, és pontosan mutatja azt, hogy a vételár mennyire determinál, és befolyásolja azt, hogy mit várunk az adott, vagy a szurkolók mit várnak az adott játékostól. Tehát ha mondjuk valaki szerződés lejártával egy ilyen korrekt, de nem irreális aláírási bónuszért elmegy egy klubhoz, attól sokkal kevesebbet fognak várni, mint egy olyan belső védőért, aki lepakolnak szépen 87 millió eurót, ez volt ugye Harry Maguire, hát arra mindenki felkapja a fejét, na hát akkor ennek itt valami nagy durranásnak kellene lenni, és egyébként ez nem Maguire az első, és nem is ő az utolsó, aki megszívja. Beszéltünk itt akár João Félixről is, aki ugye 126 millió euróért ment el az Atletibe. Eden Hazard, aki nem tudjuk, hogy bónuszokkal együtt 100 hány millióért ment el a Real Madridba, és Harry Maguire is gyakorlatilag ugyanezt az utat járja be. Mind a mellett, hogy a megmozdulásai, a hibái látványosak voltak, és ez persze teret ad annak, hogy egyfajta mémesítés útjára lépjen, mint mondjuk Phil Jones az arckifejezéseivel, de azért az, hogy a legutóbbi mérkőzésen az első percben fejsérülés, szenvedés, ahhoz képest meg végigjátsz, és jól a találkozót,
az mindenképp azt mutatja, hogy ebben az emberben van kraft, és még csak nem is láttuk a gól öröménél, ugye az előző BL meccsen, azt, hogy kimutogatna a szurkolóknak, azt hogy, a frusztrációt. Hogy na tessék, akkor egy éve, két éve hallgatom, olvasom, ömlik rám gyakorlatilag minden mindenhonnan, és egyik sem pozitív. Miközben egyébként Maguire a Premier League-ben a progresszív passzok tekintetében 90 percre átlagolva megint csak, 14. a ligában, és a belső védők között az 5. Tehát a Premier League-ben csak 4 belső védő van, aki több progresszív, előremutató passzt tud adni. Miért ennyire rossz az ő PR-je? Itt az ideje leszállni Harry Maguire-ről. És ez nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek elmondani. Harry Maguire azért volt olyan drága, mert közvetlen riválistól jött, akkor még a Leicester City alapvetően a Bajnokok Ligájáért küzdött, és nagyon-nagyon a Manchester United-del versengett, angol útlevéllel, és egyébként az első időszaka baromi jó volt Harry Maguire-nek. Az angol válogatott csapatkapitánya volt nagyon-nagyon sokáig, és ott is alapvetően mindig jól teljesített. Hogy ennyi mocsok után, aminek egy része szerintem egyáltalán nem jogosan ment rá, meg nagyon sokszor Dehel hozta olyan helyzetbe, amiből nagyon-nagyon kevés védő tudott volna kifordulni, kipasszolni, vagy jó döntést hozni. Innen, ebből a mocsokból úgy, hogy visszajött oda, hogy most már, hogyha Harry Maguire-ral kezdődik mondjuk a Manchester United kezdőcsapata, akkor nem lábremegés van, hanem azt mondjuk, hogy na igen, inkább Evans-tól szoktak félni inkább a United szurkolók. Szóval, hogy innen visszajön, az olyan szintű mentális erőről mutat nekem bizakodást, amit én nagyon-nagyon kevés futballistában látok meg. Ettől függetlenül Harry Maguire sosem lesz a világ egyik legjobb védője, a pénz érte. Valóban sok volt, de hogyha mellé tesszük ezeket a tényeket, akkor értjük a folyamatot. Hát most célkeresztben egyébként szerintem nem ő van, hanem Erik ten Hag. Most már remeg az a kispad? Ha ezen a mérkőzésen mondjuk teszem azt, mert hogy nem volt a Köben alárendelt szerepben az előző találkozón sem, mondjuk Dániában még jobban mutatnak, és kikap a United, akkor vége? Szerintem nem ezen a meccsen fog múlni, hanem inkább azon, hogyha nem jutnak tovább a Bajnokok Ligája csoportkörből, akkor valószínűleg vége van. Akkor is vége lehet, hogyha mondjuk a bajnokságban nem lesznek meg ezek a mázis győzelmek, és összejön mondjuk egy ilyen 3-4 vereséges sorozat, vagy mondjuk 5 meccs. Tehát mondjuk a novemberi válogatott szünet után már akkor lehet, hogy más jön. Én nem gondolom feltétlenül, rossz a játék. Abszolút rossz a játék. Nagyon sok gond van a játékkal. Szerintem probléma van a kiválasztással is itt, hogy kiket tesz a csapatba, és hogy milyen szerepköröket osz neki egyébként Erik ten Hag, milyen focit akar játszani. Látszik, hogy káosz van, de szerintem a Pedig edzésre jók vagyunk, mindig igen, ezt mondja. Igen, a United vezetősége azért, hát ahogy is mondjam, ha nem a legprofibb, akkor szerintem még finoman fogalmaztam. A Szabi egyébként, csak hogy őt idézzem, mert múltkor ugye a Manchester United City mérkőzést követően ő volt a sztár vendég, azt mondta, hogy a család az ok, a Glazer család. Igen. Teljesen egyértelmű, tehát ha megnézzük az elmúlt jó pár év, vagy évtized, folyamatait, akkor minden ez irányba mutat. Mint ahogy azt is tartom, amit nem tudom, egy-két hónappal ezelőtt mondtam, hogy itt már akkor is remegett a kispad szerintem ten Hag alatt. Az biztos, hogyha nem jutnak tovább ebből a csoportból, akkor lapát. Azt nem nagyon lehet védeni semmilyen szinten. És az, hogy még most nincs akkora veszélyben, mint amekkorában lehetne, az pont ezeknek a Premier League meccseknek köszönhető, amikor ugye Bruno Fernandes villan, amikor ugye Dalot rúg egy óriási bombagól távolról, tehát hogy ezek mentik meg gyakorlatilag most még Erik ten Hagot. De úgy, hogy Dalotnak semmi keresnivaló nem lett volna a 16-os igen. környékén sem. Tehát, hogy ez az, nem gyakorolták edzésen? Ez nem egy ilyen legyakorolt edzés figura volt az alapvetően. És pont ez a baj, hogy nagyon sokszor érezni azt, hogy a játékosok Van egy direktív, amit Erik ten Hag kiad, de azokat vagy nem követik le, vagy rosszul követik le, és sokszor integetnek egymásnak, hogy ezt neked kéne, én megyek, de most neked kéne, és Bruno Fernandesnél lehet azt tapasztalni, hogy fönkezd, aztán egyre mélyebbre jön vissza a labdákért, már a saját 16-os ellen vesz föl labdákat, mert hogyha ő nem jön vissza a labdákért, akkor nincsenek támadásai a Manchester United. Tényleg ő a megfelelő kapitány, ha már ugye ezt megkérdőjelezted, szerintem viccesen ezt nyilván nem tudom eldönteni, de ha egy posztban. Micsoda, hogy Deha megkérdezte, hogy ő a megfelelő kapitány? Hát nem lehetett érezni, hogy ez a kiszólás vagy beszólás. Szerintem nyilván lehet azt mondani, hogy Harry Maguire is egy jó karakter lenne, de ő a,
a rosszabb teljesítmények miatt került ki igazából a Pixisből, ez egy marketing húzás volt, de szerintem Bruno Fernandes egy vezéralkat alapvetően, Ahogy most egyébként a Fulham ellen meg is mutatta. Így van. És ez hiányzott egyébként az elmúlt hónapokban jó párszor, hogy ezt megmutassa. Egyébként előkészítésben, tehát nagy minőségű helyzetek kidolgozásában, kulcspasszok osztásában Bruno Fernandes ott van a liga elitjében. Így van. Tehát ezzel sincs probléma, a befejezésekkel annál inkább. Tehát ugye beszélgettünk itt Højlundról, meg a reális vagy irreális vételáráról. Irreális? 7 bajnokin van, 0 gólja. Túl értékelt nálad? De nem, mert egy tehetséges játékos. Persze, igen, de mindig azt hozott fel ilyenkor a védelmében, hogy igen, egy fiatal játékos, és 2-3 év múlva a legjobb center lehet. Ez teljesen tiszta sor. Csak a Manchester Unitednek most nem erre van szüksége. Tehát a Manchester Unitednek egy olyan 9-esre van szüksége, aki kőkeményen beveri ezeket a helyzeteket, nem olyanra, aki majd 2 év múlva beveri ezeket a helyzeteket. Nekem ez a problémám, és ha már arról beszéltünk, hogy mennyire meghatározza a vételár, akkor nyilván egy ilyen 70 millió eurós árcédula sem azt okozza az átlagos szurkolóban, hogy jó, hát sokba kerül, de figyelj, ez 2 év múlva nagyon jó lesz. Nem ez érdekli a Manchester United szurkolóit jelen pillanatban. És az, hogy Rashford a 3,76-os XG-re rúg egy gólt, az is probléma. Tehát helyzetekben sokszor azt lehet mondani, hogy viszonylag megvan a United, nem nagyon van, aki ezeket hatékonyan befejezze. Milyen lesz a középpályájáró? Ha ez egyébként Casemiro sérülése nyilván nem segít. Itt ugye mindig kérdés a középpálya, szerintem, mivel Erik ten Hagról beszélünk, McTominay valószínűleg kezdeni fog, és valószínűleg magasan fog kezdeni. És lehet, hogy összehoz egy 11-es. És lehet, hogy összehoz itt, vagy ő rúgja a gólt igazából. De itt az a kérdés szerintem, hogy Bruno Fernandes mellett mondjuk Eriksen kezdjen, vagy Amrabat kezdjen. Azért Eriksennél azt tapasztaljuk szerintem, hogy ilyen 70 perc után mindig elfogy belőle a szufla, és nagyon-nagyon érződik, hogy most már nem hogy a fenekén, hanem a bőrén veszi a levegőt, és abszolút fáradt. Ugyanakkor meg Amrabatnak nagyon gyorsan kijöttek azok a hiányosságai, ami szerintem egy picit azért talán lehetett számolni. Nagy területen való védekezésben, hát... Malac a jégen, tényleg, abszolút. Az is látszik, hogy ha nincs egy jól kiformált csapattaktika, dinamikák, mozgások, akkor azért nyomás alatt mégsem olyan jó játékos Amrabat, és nem tud kifordulni a helyzetekből, nem tudja kiosztani azokat a passzokat, és nem tudja elindítani a Manchester Unitednek a támadásait, és itt tényleg ehhez nem kellett 5 meccs, és rögtön kiderült az Amrabatról. Miért szerez ennyire kevés volt a United? Tudunk is egyébként mutatni egy csapat statisztikát. Ugye a bajnokságban 10 forduló alatt gyakorlatilag 11 szerzett találva a csapat neve mellett, 14,7-es XG-re. Hát maradjunk annyiban, hogy a támadók formája az finoman szólva aggályos. És itt tényleg azt lehet tapasztalni, hogy Rashford, aki általában a házi gól király, vagy a legfontosabb játékos, most, amikor a hétvégén Garnacho játszott a Fulham ellen, jobb volt a Unitednek a bal oldala. Sokkal jobb volt a Unitednek a bal oldala. Sőt, hozzáteszem, hogy igazából Antoninak is, mikor őt lecseréltek, és bejött Pelisztri, aki szerintem annyira nem nagy tehetség, 25 perc alatt többet tett hozzá a játékhoz, mint Antoni az elmúlt 3 meccsen. Mi az Isten van Antoni? Valakiről szintén van egy kis statisztikai táblánk. Teljesen súlytalan? Szerintem nagyon nehéz megítélni, reálisan megítélni a jelenlegi teljesítményét Antoninak, ugyanis olyan hónapokon van túl a vádaskodások miatt, vagy a vádak miatt, nem akarok itt prejudikálni, mert nem, én folytatom le a nyomozást, meg nem is tisztem eldönteni, hogy tehát ilyen mentális állapotban olyan teljesítményt várni tőle, hogy az majd előre lendíti azt a Unitedet, ami hónapok óta teljes szétesést mutatja, meg az ötlettelenséget, meg a tanástalanságot, szerintem irreális, és pont ezért nehéz most értékelni Antonit ebből a szempontból. Nyilvánvalóan máshol van a fókusz, ez látszik rajta, hogy mentálisan nincs a helyén, ugyanakkor meg Manchester United elkölt 2 nyáron, vesz szélsőket, egy 100 millió érője Antoni, a pánik igazolás, meg megveszi Jadon Sanchót, aki meg a csapatot keres éppen, most Juventus, Barcelona, sok mindent fel lehet hozni, de hogy Erik ten Hag marad, akkor valószínűleg télen távozik kölcsönbe, vagy esetleg végleg. Szóval, hogy itt is a glézeréket elő kell venni, hogy elköltesz egy rahedli pénzt 2 jobb szélsőre, hogy utána az lenne a bajod, hogy hát nincs jobb szélsőm, akit be tudok tenni a Köbenhavn ellen. Köbenhavn nem szabad lebecsülni, már mondtam, de én azt gondolom, hogy az egy kicsit becsapós, hogy mindössze 1 pont szerepel a nevük mellett. Megnehezítették a Bayern dolgát, ahogy beszéltük, megnehezítették a United dolgát.
Mi lehet, amit tőlük várhatunk? Egyáltalán kiemelnétek valakit? A vezetőedzőt, Jakob Nystrubot kell szerintem ő kiemelni. Ő egy 35 éves fickó, akinek nagyon hamar véget ért a futballista karrierje, és nagyon korán elkezdett edzősködni egyébként a Köbenhamnak az utánpótlás. Egyébként ezek általában a sikersztorik, már bocsánat, tudom, hogy szomorú. De világos, világos, csak hogyha valakiből jobb edző lesz, mint amilyen játékos múltja volt, az nem feltétlen szégyen. És ő az, aki 10 év alatt tulajdonképpen felküzdötte magát vezetőedző pozícióba. És itt volt a másik csapatnak másodedzője, volt az első csapatnak másodedzője, és megkapta a lehetőséget itt. És ugye mióta ő a vezetőedző? Azóta dán bajnok, dán kupa győzelem, azóta folyamatosan ott vannak a BL csoportkörben, folyamatosan pontokat szereznek nagyon komoly csapatok ellen. Miközben a Köbenhamnak a keretéről nem tudunk úgy beszélni, mint a Henknek a keretéről, hogy itt ez a játékos ebből topligás lesz, abból meg megint topligás lesz, ebből lehet, hogy topjátékos is lesz, hanem úgy beszélni róla, hogy hát vannak ügyeske játékosok, de egyáltalán nem biztos, hogy meghatározók lesznek topligában. Ami nehéz a Köbenhamnak, az, ami mondjuk a Fradinak is nehezebb nemzetközi porondon, méghozzá, hogy a keret minőséget tekintve teljesen mást kell játszani a hazai bajnokságban, mint az európai szintéren. Tehát nem tudják azt megcsinálni, amit az élcsapatok, hogy hétvégén játszanak egy azon stílusban és egy azon felfogásban, majd hétközben, ezt most jó értelemben mondom, lemásolják. Az biztos, hogy a Kopenhága a hazai bajnokságban éllovas, és a legtöbb rúgott góljuk van. Ezt nem tudják megcsinálni még egy közepesen erős csoportban sem, pláne ilyen ellenfelek ellen, mint a Bayern vagy a United. Ha a két nevet ki kéne emelnem, akkor az európai szintéren a két belső védő, Denis Favreau, illetve Dix, azok, akik nagyon-nagyon párharcerősek, és tényleg ezt lehet mondani róluk, hogy ügyeske, ez nagyon, nagyon jó szó, meg szerintem illik az egész keretre is, ha európai szintéren vizsgáljuk őket. Ők például a szériában már szerepeltek, leigazolta őket Lazio, illetve Fiorentina, de az a bajnokság, illetve az a szint, az minden héten kiderült, hogy egy picit erősebb nekik. És akkor visszaléptek egyet, oké, akkor nem topliga, hanem egy európai szinten közepes bajnokságú ligában élcsapathoz eligazolnak, és most abszolút a helyükön vannak. Ezt egyébként mutatja, hogy milyen jó teljesítményt nyújtanak. Ráadásul, amit már szintén említettem, a Kopenhága a tavalyi szezonban is a BL csoportkörben megnehezítette, otthon csak egy gólt kapva három meccsen, a City, a Dortmund és a Sevilla ellen. Megyünk tovább kedvenc csoportunkkal, itt az esőlesők Európában irány a halálcsoport, vagyis az F, ahol jön az olasz meló a PSG számára, és hát ugye a 6 pontos párizsiak vezetik a csoportot, nem tudom, ez mennyire lep meg titeket, a Dortmund pedig ugye azt a Newcastle-t fogadja, amelyet szerintem sokak meglepetésére idegenben ugye 1-0-ra le tudott győzni, de hol van az már? Azóta ugye láttuk a Bayern Müncheni mérkőzésüket, éppen szerkesztünk Kerekes Tomi vezetésével, volt Sipso után is, hát nem erre számítottunk, amikor kitűztük, hogy lesz a rangadó után, hát négyes. Nem erre számítottatok? Hát azt, hogy a negyedik percben rögtön gól, az azért nem feltétlenül számítottam erre, de itt ez a halálcsoportban ez egy kulcsfontosságú forduló lehet, mert most dől majd el az, hogy kik azok, akik nyugodtabban dőlhetnek hátra, vagy egyáltalán lesz-e ilyen hátradőlés, mert hogyha a Paris Saint-Germain legyőzi a Milánt, akkor a Milánnak nagyon kell kaparnia a harmadik pozícióért, és ha pedig a Newcastle ismét legyőzi a Dortmundot, akkor tulajdonképpen megvan az, hogy melyik két csapat megy tovább, és kik küzdenek a harmadik helyért. Az, hogy itt a Newcastle és a Dortmund újra belemegy egy olyan meccsbe, mint amit az előző fordulóban csináltak, abból nem biztos, hogy megint ki tudna jönni. Ez egy ilyen adok-kapok? Ez egy tényleg adok-kapok volt, és ugye mindkét csapat nagyon jó az átmenetekben, és folyamatosan azt láttuk, hogy bim-bum, bim-bum, bim-bum átmenet, de ez olyan, mint egy dobókocka dobás, hogy persze lehet hatos dobni, de ebből ki lehet jönni egyébként egy egyessel is, és akkor bele lehet menni ilyen kellemetlen szituációba, miközben a Dortmundot azért meg lehet folytani, hogyha nem csak erre mész rá, nem csak erre próbálsz fókuszálni, még akkor is, hogyha neked ez a legnagyobb erősséged. Akkor te se egy ilyen átmenetekben gazdag találkozóra számítasz? Simán lehet, csak nem biztos, hogy megéri ebben. Csak jól jön ki belőle. Igen, igen. Ugyanúgy, ahogy a Frankfurt ellen is volt egy 3-3-as meccse a Dortmundnak, és ott se jöttek ki jól ebből. Azért az Özcan Sabitzer dupla szűrővel dolgozni nem egy életbiztosítás. Ha egy ilyen találkozóra kényszerül a Dortmund, és ezt egyébként Erzsics is elismerte nyilatkozatában.
Én mégis nagyjából valami hasonlót tudok elképzelni, hogy ez lesz, és ez tényleg pénzfeldobás, hogy annak mi a vége. Az is, hogy egy gól esett a Newcastle Dortmund találkozón a harmadik fordulóban, az szerintem készrejtő, hogy történt. De tényleg megnézhettük az előző meccsen, hogy hogy néz ki egy BL meccs középpályák nélkül. Tehát faltól falig, ahogy a részek közlekedik. A második félidő elején volt egy kulcspassz abból, hogy egy Newcastle védő a kezdőkörben becsúszott, és az a becsúszás olyan ívet adott a labdának, hogy abból kulcspassz lett a 16-os vonalán egy másodperccel később. Tehát azért Bajnokok Ligája meccseken ilyen, hogy szokták ezt közhelyesen mondani, őszinte futballt játszanak a felek, őszinte futballt nem nagyon, vagy inkább ritkán látunk, de megnézve a Dortmund-Bayern elleni meccsét, hát védekezésben nagyon-nagyon nagy gondok vannak. Az ahogy az elmúlt három héten folyamatosan két meccset játszanak hetente, emiatt néznek meg a sosszul. A Newcastle nem. Ugye? Hát igaz. Szerintem itt nem erre kell fogni, hanem alapvetően a labdavesztés utáni visszarendeződése, az pont egyébként azok miatt, az okok miatt is, amit Geri mondott, na hát az viszonylag lassú itt a Dortmundnál, és akkor ennek, de szerencsére van egy nagyon gyors belső védő, Hummel személyével, ja nem. Tehát, hogy pont ez a probléma, hogy a belső védők sem feltétlen elég gyorsak, vagy elég párharcerősek ebben a sztoriban. És a keretmélysége, az nem befolyásolja? A keretmélységgel szerintem a Dortmund esetében a szélsővédő pozícióban baj van, uh-huh. De a többi poszton szerintem abszolút megvannak. Amit te említettél, abból két gólt kaptak a Bayern ellen 8 perc alatt. Tehát egy pontrugás, Schlotterbeck az ember fogását azt úgy mímelte, hogy az út feléig. Az nem egy jó irány, hogyha csak addig tart. A második gólnál egy labdavesztés kontra, és Goretzka, akit azért nem lehet azzal vádolni, hogy 45-tel fut, 40 méteren keresztül hozta a labdát bármiféle nyomás nélkül. Na most ez egy olyan típusú csapat ellen, mint a Newcastle, tényleg kész csoda, hogy ez 3 ponttal zárult az előző körben. Azért a Newcastle sorsolása sem mondható könnyűnek, azért erről is érdemes beszélni egy pár szót. Hát a Newcastle sorsolása ebben a Premier League szezonban az egyik legnehezebb. Megkapták a Bajnokok Ligájában a halálcsoportot. A halálcsoportot. Kimondtátok egyszer. Igen, igen. És a Premier League-ben kifejezetten jól áll, és még a BL-ben is nyugodtan mondhatjuk, hogy egyébként tovább juthat simán. De most jó kedvük van, mert egy abszolút korrekt góllal megverték az Arzenált. A Kereger szerint. Hát igen, Arteta is mondta, hogy ez a gól ez nem biztos, hogy nagyon érvényes volt, és a játékvezetőket is szinte. Nem így mondta. De ebben az Arzenál is megerősítette, erről beszélünk majd egyébként a Hot Topic-ban erről az egész szituációról. Nyilvánvalóan a Newcastle nincs könnyű helyzetben. De hogy ha tudja nyerni ezeket a meccseket, főleg mondjuk az Arsenal elleni meccset, és ugyanilyen kemény lehet egyébként ez a Dortmund elleni mérkőzés, szerintem a Newcastle-nak akkor van igazán komoly lehetősége, amikor nem nekik kell labdával dominálni. Tehát, hogyha valahogy el tudnák érni azt, hogy a Dortmund se akarjana belemenni ebben a rohangálásba, és azt mondja, hogy jó, egy kicsit lassítom a játékot, picit többet dominálok labdával, az a Newcastle-nek egy borzasztó nagy erőny lenne, sokkal többet fókuszálhatna az átmenetekre. És igen, itt volt a Dortmund elleni meccs, de akár a Wolves elleni meccs is, ahol átmenetekből verték meg a legjobb átmenetekben játszó csapatot. És ez az, amitől kell félnie szerintem a Newcastle-nek, meg Eddie Howe-nak, mert hogy nekik nem nagyon van ezekre az átmeneteknek a levédekezésére, mert hogyha kimennek magasan pressingelni, akkor még nagyon jól csinálnak, de ha sikerül átjátszani ezt a pressinget, akkor ők is letolt gatyával állnak ott a védelembe, hiába vannak nekik sokkal jobb védőik. Na, beszéljünk a kulcsjátékosokról, kezdjük Joe Willockkal. Tudunk is mutatni egyébként egy statisztikát vele kapcsolatosan is, és hát ő neki abszolút a sérülése után csúcs teljesítmény, ami tapasztalható. Hát mekkora előnye az ő játéka csapat szempontjából? Klubváltás óta borzasztó nagy előny. Tehát a 2020-21-es félszezonban csak tavasszal 1000 játékperc alatt összekalapált 8 gólt, és tavaly 9 kanadai pont a Premier League-ben 6 gólpasszal, tehát nem nagyon kell mondani, hogy mekkora előrelépés. És pláne úgy, hogy előrefelé vagy helyzetek kidolgozásában, magas minőségű helyzetek kidolgozásában nincs gondban a Newcastle. Olyannyira nincs gondban, hogy a Manchester Citynél is magasabb minőségű helyzeteket dolgoz ki az egész Premier League szezonban ez a csapat. Tehát én azt egyébként nem látom, hogy odaadnák a labdát a Dortmundnak és próbálják lassítani a játékot, mert ez az elmúlt
egy-másfél év Newcastle-jéből valahogy nem. De nem, hogy a Dortmund szeretné lassítani a játékot, és Newcastle azt mondja, hogy oké, csináljátok, ez nekünk nagyon jó. Na hát azért még ki tudunk emelni mást is, méghozzá Trippiert, aki ebben az idényben szintén oszlopos tagja a Szarkáknak. 7 gólpasszt is kiosztott, Dávid. Abszolút, hát ugye neki a pontrugásokban is komoly szerepe van, a támadásoknak a folyamatosan a jobb oldalon felfut. Igazából az ő szerepeltetése az nem meglepetés. Az, hogy ennyi gólpasztal, az sem meglepetés. Tavaly is iszonyatosan sok gólpasztalott. Mégis inkább egy valamire szeretném felhívni a figyelmet. Itt az Anthony Gordon és valószínűleg a Wolfnak az összecsapására, mert hogy Gordon ebben a szezonban baromi jó, alapvetően sikerült berobbannia az elmúlt szezonban, ugye a fél szezonban érkezett, és ott azért voltak neki problémái, így, hogy állandóan kezd, megvan a bizalom, megvan a sebessége, és Wolfnak pedig a legnagyobb hiányosság az a helyezkedési problémák, és ott bőven van keresni való, azt nem a Newcastle-nek, ott bőven elveszítheti a Dortmund a találkozót, és meg is nyerheti a Newcastle azt. Mint ahogy említetted, hogy a szélsővédőkkel nincs rendben a Dortmund, nem biztos, hogy a másik oldalon óriási nagy rend van egyébként, ha majd Wolfot említett, tehát azért Bence Bajnival sem biztos, hogy életbiztosítás lesz az az oldal, és ha már említette Trippiert, akkor azt kell megjegyezni, hogy ez a Newcastle hihetetlenül aszimmetrikus, mert a beadások számának a tekintetében jobb oldalról negyedik legtöbb beadással játszó csapat, baloldali beadások viszont gyakorlatilag nincsenek, ott a 17. helyen van a Premier League mezőnyét számítva, ha ebből a szempontból csinálunk egy tabellát, tehát azt sem látom, hogy ez nagyon megváltozna. Szerintem a jobb oldalt fogják erőteljesen tömködni, mint ahogy a bal oldalon pedig nem alapvonalig levitt támadások és onnan beadások fognak következni, hanem a kontrákban egyfajta befelé félterületbe való játszás, és ez egyébként fekszik is a Newcastle-nek. Remélem mindenki figyelt, és most a 7 kérdésére is tudja a választ. Nagyon-nagyon nehéz kérdés lesz, és Dávid fog először válaszolni arra, hogy hány gól esik a Dortmund Newcastle mérkőzésen. Sokat gondolkoztam rajta, és úgy gondoltam, hogy 2 mondok, mert ez a leggyakoribb gól egyébként egy mérkőzésen. 4. 4! Azt a... Hát akkor az én 3-am az pont egy ilyen arany középút, mint amilyen én vagyok itt köztetek. És hát arra kérem a nézőinket, hogy egész héten nézzenek minket Sipszó után, kedden, szerdán és csütörtök este is, és természetesen iratkozzatok föl, ha még nem tettétek, keressetek minket Instagramon, jelzem már én is. Fent vagyok, a hatalmas nyomásnak köszönhetően, amit Dávid tett rám. De aranyosan hát, megmutatod. Igen, a műsorunk végén pedig egyet hármasban lélegezzünk közösen még. Jó?